megszólítanám Vida Gábort, akinek előadása a Világhelyzet környezeti szempontból címet viseli. Vida Gábor felsőfokú tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karán végezte, ahol 1957-ben szerzett biológia-kémia szakos tanári képesítést. 1965 óta kandidátusi, 1973-tól akadémiai doktori fokozattal rendelkezik. 1985-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1993-ban rendes tagjává választották. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora. A fenntartható fejlődés biológiai vetületének kérdéseivel is foglalkozik, és jelentős a tudományos ismeretterjesztésben kifejtett tevékenysége. Megkérem, hogy tartsa meg előadását. Ferencia, kedves barátaim! Ilyen témáról egy 30 perces előadást tartani egy nagyon komoly feladat, nem is szokott általában sikerülni. Igyekszem az időtartamot azért betartani. Az aggasztó dolog az, hogy annyira összefügg itt minden mindennel, és mindennek van valamiféle jelentősége, és végső soron az egész emberiségnek a sorsa a közeljövőben nagyon kritikus vonalon fog eldőlni, hogy erről egy ilyen rövid előadást tartani igazán valóban nagyon nehéz. Hát nézzük először, hogy mi itt a probléma. A világ látványosan fejlődik, sokak szerint ez a fejlődés megkérdőjelezhető, mert attól függ, hogy mi a definíciója a fejlődésnek, és emellett viszont rengeteg növekvő gonddal találkozunk. Fölsoroltam itt egy néhány kiugró dolgot, a klímaváltozás, az élővilág változatosságának, szakszóval a biodiverzitásnak a vesztése, termőtalajvesztés, erőforrásfogyás, édesvíz, élelem, éhezés, növekvő igények, tájrombolás, és így tovább. Összességében egy fenntarthatatlan világban élünk. Az orvosolás eddig az volt, hogy mindenhez oda bigyeztettük, hogy fenntartható. És azt reméltük, hogy ettől az is lesz. Hát nem lett. Hát nézzük akkor kicsit közelebbről ennek a lényegét. Ez az úgynevezett ipat egyenlet régóta ismert, 70-es években keletkezett, Commoner vitatkozott amerikai tudósok Ehrlich-el és Holdren-nel, hogy tulajdonképpen a világ lényegében a romló állapotát hogyan lehetne valami egyszerű formulával kifejezni. És erről az egyenlethez jutottak. Ennek aztán van számos kifinomított változata, de elég nekünk most erre rátekinteni. Ez az impact, az I betű, ami itt a természetnek a romlását mutatja, tulajdonképpen három fő tényezőnek a szorzatából származik, hogy hányan vagyunk itt a Földön, ez a P, a populáció kezdőbetűje, hogyan élünk, hogyan fogyasztunk, ez a affluence angol szónak a rövidítése, és a technológia, amivel ezeket a termékeket létrehozzuk, ennek a minősége, miensége. Most a probléma ott van, hogy mindenki egyetért abban, hogy ezt a I értékét csökkenteni kellene, mert nagy bajok vannak, az előző felsorolásban is láttuk, csak hogy ennek az első két betűjét, a P-t és az A-t, azt általában tabunak tekintik. Ugye a népességnek a fogyása Magyarországon különösen az aggasztóan figyeljük, a világon ugyanakkor meg a népesség robbanása tovább folytatódik, jelenleg 7,3 milliárd ember él a Földön, és amikor én megszülettem, akkor alig voltunk 2 milliárdon, tehát egy óriási népességgyarapodás történt. Hát az A betűvel, azzal van a legtöbb baj. A fogyasztásnak a csökkentése elvileg környezetvédő körében nem kérdőjelezhető meg, ugyanakkor a döntéshozók többsége a gazdasági érdekeket nézi, és ezek a gazdasági érdekek azt mondják, hogy ha a fogyasztást csökkentjük, akkor a gazdasági növekedés leáll,
akkor az emberek munkanélkülévé válnak, akkor az adósságot nem tudjuk visszafizetni, akkor és így tovább folytatni lehet a problémákat. Valójában arról van szó, hogy van egy olyan gazdasági rendszerünk, egy olyan kapitalista rendszerünk, és különösen ennek az úgynevezett neoliberális változata, amelyiknek a növekedés az a létkérdése, sajnos ugye ugyanezt a kifejezést kell itt is használnunk, de hát nekünk nem a kapitalizmusnak a növekedése a létkérdésünk, hanem a saját létkérdésünket kell megvitatni, és úgy tűnik, hogy ehhez az egésznek a gazdasági mechanizmusnak, a gondolkodásmódnak a megváltoztatására lenne szükség. Azzal érvelnek azok, akik ezt elutasítják, ezt a radikális változtatást, hogyha nem ez a neoliberális gondolkozású mechanizmus működik, akkor nincs meg az, ami eddig az emberiséget hajtotta előre ebben a technológiai és tudományos fejlődésben, vagyis az emberi zsenialitásnak a megnyilvánulása, újításoknak a lehetősége, mert az egy ilyen növekvő gazdasági mechanizmus mellett stimulálja ezeket az újabb és újabb gondolatokat, és bíznak abba, hogy hát majd csak megoldja a jövő is valahogyan ezeket a kérdéseket. A zsenialitásunk az úgy látszik, hogy korlátlan. És a technológia, ha csökkentjük azokat a károkat, amelyeket a gyártás során a környezetre terhelünk át, és rengeteg van ilyen, akkor ez növelné az innek, csökkenteni az innek a hatását, tehát az impaktot, és eddig tulajdonképpen legtöbb erőfeszítés ebben az egyenletben erre a T betűre koncentrálódott, és az a baj, hogy ez ráadásul, ami az egyenletben nincs benne, visszahat a P-re is, meg az ára is. Tehát ha az élelmiszertermelés például egy megújított mezőgazdasági, iparszerű gazdaság mellett megugrik, akkor a népesség is megugrik vele. Ha a technológia például anyagtakarékosság vagy hatékonyság növelés révén valamit jobbá tud tenni, például mondjuk a gépkocsiknak az energiafelhasználási igényét, akkor azt hiszük, hogy ezzel a probléma megoldódott, és egyre több gépkocsit fogunk használni, és ettől tulajdonképpen a magának a A-nak az értéke tovább fog növekedni. Tehát egy látszólag megoldhatatlan egyenlettel állunk szemben, ennek a környezeti, társadalmi és gazdasági összefüggései azok, ahol itt valami változtatást kellene végezni. És az idő sürget, mert a 70-es évek óta a Föld eltartó képességét túllépte az emberiség, és ennek megfelelően most már körülbelül másfél földre volna szükség ahhoz, hogy ezzel az életmóddal fenntartható módon tudjunk emberi mértékkel korlátlan ideig fönnmaradni. És hát ha ráadásul nem változtatunk semmin, akkor ahogyan látjuk ezen a görbén, a piros irányba, a 2030-ra már 2 darab földre lenne szükség. Sokakban felvetődik a kérdés, hogy hát akkor hogy élünk egyáltalán? Úgy, hogy a jövőnket fogyasztjuk, és átterheljük a problémákat a jövő generációra. Ennek a kérdésnek egy kiinduló pontja, mint említettem előbb, ez a bizonyos egyenlet volt, amiben Kommoner is közreműködött, és ő volt az az ökológus, aki 4 tételt formulázott meg, legalábbis szóban, amiben ő kifejtette azt, hogy vigyázzunk arra, mert minden mindennel összefügg, minden élőlény egyetlen ökoszférában, a nagy bioszférában él és tevékenykedik, és ami az egyikre hat, az a másikra is hat. Azután, ami ugye számunkra a városban élő emberek számára természetes, hogy eldobható dolgok vannak, szemetet gyűjtjük, a természetben nincs erre hely. Természetben nincs szemét az embertől függetlenül, ott mindennek valami hasznosulása van, és nincs olyan hely, ahol föl tudjuk ezt halmozni. Természet jobban tudja. Az emberiség technológiákkal akarja ezt javítani. Gondoljunk például mostanában az egyik legveszélyesebb dologra, a földmérnökösködésnek nevezett gondolkozásra, ahol megpróbáljuk a klímát valamiféle technológiai úton megváltoztatni, de ezek roppant veszélyesek, és általában inkább elrontunk vele valamit,
mint kijavítunk. Nem értjük igazában a földi rendszernek a teljes működését. És a negyedik, nincs ingyen ebéd, természeti források kitermelése óhatatlanul a hasznos javak haszontalanná válásával jár. Na most ennek az egésznek az illusztrálása legyen szabad egy mesébe, mesén keresztül megértetni, amit én Meszlényi Attila Aranyhal című átírt meséjével mutatok be. Volt egyszer egy szegény ember, rozzant viskóban lakott a hegyek alján, kis földecskéjét műveltes, olykor halakat fogott a közeli patakban, így etette családját. Nehezen éltek, gyakran éheztek. Egy napon egy aranyhal került az ember hálójába, amikor ki akarta venni, az így szólt hozzá. Ne egyél meg, szegény ember, én ennek a vidéknek királya vagyok, s teljesítem, bármit kérsz tőlem. Hitte is az ember, nem is. Végül azt gondolta, soványka ez az aranyhal, nem veszitek sokat, ha elengedem. És ha mégis igazat mond, jól járok vele, megkapom tőle mindazt a szépet és jót, amit csak el tudok képzelni. Visszadobta a halat a vízbe, az pedig így szólt. Köszönöm, hogy megkíméltél, amit kérsz tőlem, megadom neked. Mit kívánsz hát? Most jön a úgynevezett wishful thinking, tehát a vágyálmok sora. Viskon kicsi, sötét és télen hideg, fázunk benne. Jó lenne egy nagy, világos melegházban lakni. Nagyon nehéz a munka, megfájdul tőle a hátam, a lábam, mégis kevés az ennivalónk. Jó lenne, ha többet teremne a föld, jó lenne, ha magától járó ekém lenne és más szerszámaim, és nekem csak irányítanom kellene őket. Sosem jártam még a hegy túloldalán, nagyon lassú és fáradtságos az utazás, jó lenne megismerni a távoli tájakat, de anélkül, hogy hónapokra vagy évekre el kéne hagynom a családom. Jó lenne olyan jármű, ami sebesebben jár, mint a szél, és ha kedvem támad, elutazhatok vele messzire, mégis hamar hazaérek. Kevés szomszédunk van, azok is messze laknak, jó lenne, ha sok-sok ember élne itt, pezsgő, vidám élet zajlana körülöttünk, s hogy a többiek is jól érezzék magukat, szeressék egymást, és ne irigykedjenek, adj nekik is minden jót, amit magamnak kértem. Menj haza, feküdj le aludni, felelte az aranyhal, mire felébresz, meg lesz minden. Hazament a szegény ember, lefeküdt aludni, másnap, amikor felébredt, szeme szája elkerekedett a csodálkozástól és rémülettől. Futott vissza a patakhoz, de csak egy bűzlő csatornát talált a helyén, szeméttel tele olajos víz csordogált az alján, szólította az aranyhalat, az nagy sokára meg is jelent átvergődve a szeméten. Hová lettek az erdők? Kérdezte az ember. Ki kellett vágni őket a sok-sok ember kényelmes bútoraihoz, papírnak az olvasnivalójához, gerendának a házakhoz és tűzifának a fűtéshez, hogy ne fázatok télen. Kellett a hely, hogy legyen hol laknia mindnyájatoknak, és legyen hol megtermelni a sok-sok ember élelmét. Hová lettek a hegyeim? Le kellett bontani őket, hogy legyen elég kő, mész és agyag, felépíteni a sok-sok ember házát és gyárait, kellett a hegyekben lévő érc a maguktól dolgozó gépek elkészítéséhez. Hová lettek a madarak és hová lett a többi állat? Ki kellett írtani őket, hogy ne tegyenek kárt a bőtermésben, akik pedig megmaradtak, elköltöztek, mert nincs már hol lakniuk, nincs mit enniük. Hová lett a tiszta levegő? Be kellett engedni a sok-sok embert magától futó és repülő járműveinek füstjét, meg a nagy kályhákét, amelyek a meleget és a maguktól dolgozó gépek erejét adják, a gyárakét, ahol mindez a sok jó elkészül, s hová lett a tiszta víz? Be kellett engedni a sok-sok ember házából kifolyó szennyvizet, az eső bemosta a sok-sok házi állat trágyáját, meg a földet bővebb termésre kényszerítő csodaszert. Az emberek is beledobálják mindazt, amivel már nem tudnak mit kezdeni, és nincs hova tenniük. Nem lehetett volna legalább a szennyet, a szemetet máshová tenni? Nem, nincs más hely a földön, a vizen és levegőn kívül, a szemét csak ezekbe kerülhet. Megtennéd, hogy az ember elbúsult, lehajtotta a fejét és gondolkodott, végül ezt kérdezte. Megtennéd, hogy minden ugyanúgy legyen újra, mint régen volt? Látod, hogy alig élek, már felelte az aranyhal, megfulladok a mérgezett vízben, nincs erőm több kívánságodat teljesíteni. Azzal alábukott és eltűnt a szem elől. Hát szomorú történet, és e felé haladunk. Itt ezen a képen kanadai kátrányhomok kitermelését látjuk,
helyén még pár évvel ezelőtt gyönyörű szép érintetlen boreális erdők voltak. Itt látjuk Egyesült Államok Dakota államában a palagáz és palaolaj termelésnek rettenetes környezetromboló hatását, azok ott utak és fúrótornyok, járműveket nem is látjuk, olyan kicsik ezen a képen. Vagy itt látunk például egy trópusi erdőt, ahol égetéssel próbálják eltávolítani az eredeti vegetációt. Azt írtam alá, hogy ugye sustainable use, fenntartható használat a terrestriális ökoszisztémákban, ez gúny. Vagy ami aztán ebből lett, ez legalább ugye most már valamivel szebben néz ki, ahol a biodiverzitás védelme célja helyett egyetlen egy fajjal, az olajpálmával helyettesítik azt a fantasztikus gazdagságot, ami ezekben az erdőkben eredetileg ott volt. Vagy itt látjuk az emberi háborúzásnak a hatását Szíriában, ahol borzalmas pusztítással próbálnak marakodni a megmaradó koncokon. Hát az Egyesült Nemzetek Szervezete az egy komoly tudósokat is és döntéshozókat magába foglaló testület, és hát látva ezeket a gondokat, és látva azt is, hogy a korábbi úgynevezett ezredfordulói célkitűzések megvalósulása, hát mondjuk úgy, hogy döcögbe halad, új célkitűzések sorával állt elő. De sajnos ez az összeállítás, amit ők készítettek, úgy készült el, hogy mindenféle területről a problémákat összegyűjtötték, és azután, ahogyan a szegény ember is ott az aranyhal előtt, ezeket a listákat próbálták pontokba szedni, így jött össze 17 pont. A legelső pont szerepe az célkitűzésében azt szeretné elérni, hogy 2030-ra megszüntessük a szegénységet. Persze, ez attól függ, hogy mit nevezünk szegénységnek, de definiálták, most még mindig vitatkoznak rajta, általában 1,2, aztán 1, most már fölemelték, 1,9 dollár per nap az a szegénységi szint, és aztán szóra itt találjuk a többit, az éhezés megszüntetését, az egészségügyi ellátásnak hozzáférhetőségét, iskolázás, és így tovább. Minden benne van, amit csak el tudunk képzelni. Képekben is kifejezik, itt ezeket a négyzeteket ábrával jelölve látjuk azt, hogy melyek azok. És itt van az egésznek a rákfenéje középen. A gazdasági növekedés, a 8-as pont. Nem tudjuk összeegyeztetni ezeket a dolgokat, egyszerre végrehajtani ezeket a célkitűzéseket, mert ezek így egymásnak ellentétes tevékenységeket jelentenek. Azt jelöltem ezen az ábrán, hogy ennek a dominanciája, ennek a gazdasági növekedésnek a legelső előtérbe helyezése, ami legtöbb kormány részéről, valljuk be őszintén, megvan világon mindenütt, Magyarországon is, mit hallunk a televízióból, rádióból, örülünk neki, hogy a gazdasági növekedés milyen szépen halad előre, és több pénz lesz az emberek zsebébe, amivel vásárolnak, hogy aztán ennek a hatása mi lesz, ugye az már másik kategóriába tartozik, az majd elintézi más. Néhány példát azért kiszeretnék ragadni ebből, és ezek a nyilak arra utalnak, hogy ezek kiesnek, hogyha ezt a középső 8-as vágyálmat teljesíteni fogjuk. Az elsőnek azt a pirossal jelölt nyilat a föld növényzetének, ökoszisztémáinak, működőképességének megtartása a cél. Hát eddig így haladtunk ezen az úton, 1970 óta, ami az én életemnek a fél ideje lehet talán, hogy ha visszatekintek, azóta 50-nél nagyobb, 52%-a az élőlényeknek elpusztult, és ez körülbelül a változatosságban is egy hasonló felezési időt jelentett. Ez kétségbejtő, mert tulajdonképpen a biodiverzitás veszítése az egy katasztrófához is vezethet. Itt csak arra utalok, hogy ténylegesen mindenféle gazdasági tevékenység együtt jár a biodiverzitás vesztéssel. Lehet itt-ott rövidebb ideig a
két dolgot külön választani, de tartós növekedés, gazdasági növekedés mindig a biodiverzitás pusztulásával jár. És kellő diverzitás nélkül ugyanakkor nincs azoknak az élőlény populációknak alkalmazkodó képessége, adaptációja szakszóval. Gondoljunk csak arra, hogy hogyan fogja a klímaváltozást akkor ez az élővilág majd átvészelni. Nincs működőképes és rugalmas ökoszisztéma, nincs ökoszisztéma szolgáltatás, ennek a kifejezésnek a időzjelbe tevése az majd még később még talán szóba kerül. Nincs fenntartható bioszféra, nincs evolúció, és tulajdonképpen nincs is élet hosszabb távon. Hogy ezek a dolgok, a változatosság a szaktudomány számára hogyan függenek össze, még az is sok esetben homályos. Én megpróbáltam egy ilyen tisztánlátásra törekvő szerveződési szintek szerint a folyamatot végigkísérni. Tudjuk azt, hogy a genetikai változatosság minden egyes fajnak a populációiban az alkalmazkodó képes fajt jelentik. Ha vannak alkalmazkodó fajok, ezeknek a sokaságából a faj változatosság, a fajdiverzitás lesz. A fajdiverzitás pedig lehetővé teszi, hogy egymással illeszkedve rugalmas táplálékhálózatot, társulást alakítsanak ki. Ezek sokasága a társulásdiverzitás adja a fenntartható tájat, a fenntartható tájak változatossága a tájnak a diverzitása, ezek tovább a vegetációs övnek a rugalmasságát, majd a biomok diverzitását, és végső soron a működőképes fenntartható bioszférát jelentik. És ez adja az embernek az életben maradásnak a lehetőségét úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatásokkal. Az előbb már említett Egyesült Nemzetek Szervezete egy Millennium Ecosystem Assessment nevű összeállítást készített 2000-re, ahol megpróbálta ezeket az ökoszisztéma szolgáltatásokat ráncba szedni és fajtánként csoportosítani. Azt hiszem, hogy észre kell, hogy vegyük azt, hogy milyen fantasztikusan idegen típusú rendszerrel állunk így szembe. Hát az egész körülöttünk levő élővilág az nem azért van csak, hogy most minket kiszolgáljon, és nekünk szolgáltatásokat biztosítson, ráadásul akkor, amikor mi akarjuk, és csak úgy, ahogy mi akarjuk, hanem valahogyan bele kellene nekünk illeszkedni ebbe a rendszerbe, és észrevenni azt, hogy ezt köszönhetjük az ökológiai rendszereknek, nem elvárni kell tőlük, és ráadásul mindent nekik köszönhetünk. Gondolj csak arra, az, hogy én itt vetitek, hogy elektromos áram van itt ebben a teremben. Az ökoszisztéma szolgáltatás, amit sok millió évvel ezelőtt a földi bioszféra fosszilis energiaforrás formájában számunkra, idézőjelbe téve, elraktározott, és ezt használjuk mi most el. Ez is ökoszisztéma szolgáltatás, de szinte nem lehet mondani semmit se, ami valahogyan módon ne függene össze ökoszisztéma szolgáltatás csúnya szavával. Hát akkor nézzünk egy másik példát. Itt van az a pirosan most megjelölt, amiben megpróbáljuk csökkenteni az egyenlőtlenséget itt a világon. Hogyan is állunk? Rettenetesen. Tessék elképzelni. Azok, akiknek mindenük megvan, még többre vágynak, és tulajdonképpen elveszik azoktól, akiknek alig van valamiük. És a leggazdagabb 80 személy itt a Földön többet birtokol, mint az egész emberiség szegényebbik fele együttesen, és hát ezt a furcsa egyenletet látjuk itt alatta, ugye ehhez hozzá kell azért tenni, hogy az a 80 az a gazdag, és a 3 milliárd 650 ezer millió, az pedig az összes többi ember, és a kettőnek a vagyoni egyenlege az körülbelül azonos. Gondolhatnánk azt, hogy hát akkor tovább kell a gazdaságot növelni, gyorsítani a fejlődést, majd ezt megszünteti ezt a óriási különbséget, de pontosan ez az, ami generálja, az a szomorú dolog. Ott van a legalsó piros sorban, hogy 2009 és 2014 között ez a 80 leggazdagabb megkettőzte a vagyonát, míg a szegényebb 50%-é, ahelyett, hogy nőtt volna, még egy kicsit csökkent is.
Hát voltak olyan időszakok, amikor a szegénységi szint is növekedett valamelyest, és ezt a gazdasági növekedés szempontjából ideálisnak tekintett szakaszt vette egy cikk alapul, és azt találta, hogy hogyha ebben az irányban fejlődik tovább a gazdaság, akkor valahogy azért meg lehetne szüntetni ezt a szegénységet, erre majd a rögtön kitérek, pontosan itt van ez az egyes, ugye a szegénységnek a megszüntetés célkitűzése. Csak ebből a cikkből az derült ki, hogyha 1,25 dollár per nap szintet tekintjük a szegénység küszöbének, amiből gyakorlatilag nem lehet megélni, akkor 100 évre lenne szükség, hogy ezzel a gazdasági mechanizmussal fölemelkedjen ez a legalsó réteg is erre a szintre. Úgy szokták ezt hasonlatban kifejezni, hogy a dagadó tenger, az ár, az megemeli a nagy hajót is, meg a kis hajót is. Hát elég lassan emeli meg. És ugyanakkor, ami ott a zárójelbe szerepel, ez olyan borzalmas, elképzelhetetlen egyenlőtlenségre vezetne, ami azt is kifejezi, itt ebben a zárójelben, hogy az átlag akkor ebben az állapotban 1000 dollár per nap fogyasztás lenne itt a Földön. Természetesen ez úgy alakulna ki, hogy lenne akiknek sok millió, és lenne akiknek viszont ez a bizonyos szegénységi küszöb. Ha fölemelnénk erre az 5 dollár per napos szegénységi küszöbre, ami egy reálisabb érték, akkor pedig már 200 évre lenne szükség. Ne feledjük el, az Egyesült Nemzeteknek ez az úgynevezett fenntartható fejlődési célkitűzése, az 2030-ra akarja ezeket a célokat elérni. És még egy, klímaváltozás, ott alul az a piros nyíl. Most jövő héten kezdődik Párizsban a tárgyalás. Itt van az eredmény eddig. A szén-dioxid szint, ami az üvegházhatások között az egyik legfontosabb ember által befolyásolt tényező, megy föl a csillagos ég felé. 280 ott van a bal alsó sarokban ppm, parts per milliónnak a rövidítése, volt a ipari forradalom előtt a Földön itt nálunk ez a szint, és ezt most már 400 ppm-re emeltük, tulajdonképpen nyomon követhető ennek a éves ingadozása is, ez tulajdonképpen olyan, mint a Földnek a légzése, beszívjuk, kifújjuk, amiben tulajdonképpen a északi féltekének a szárazföldi vegetációja a domináló tényező. Ott, amikor megindul tavasszal az intenzív fotoszintézis, akkor a széndioxid csökken, ősszel, amikor lehullanak a levelek és megkezdődik a légzésnek a túlsúlya, akkor a széndioxid kezd növekedni. A széndioxid szint idén már tavasszal ezt a 400 ppm értéket is meghaladta, de az átlag is ebben az évben úgy néz ki, vagy a jövő évben el fogja érni a 400 ppm-et, ami egy kritikus érték, mert bizony ez még tovább is növekszik. Látjuk azt, hogy mi itt a forrás, ez a nagy fosszilis energiaforrások és a cementgyártás által produkált óriási tömegű széndioxid, amit gigatonna szénben van kifejezve. A számok lényegesek csak. Ugye látjuk azt, hogy ehhez még a földhasználat is hozzájárul, és ebből próbál a növényzet és az óceán kivenni, amit csak tud, de körülbelül a felét tudja csak kivenni, nem győzi. A másik fele az ott benn marad minden évben, itt legalábbis a 13-as év adatai szerepelnek, egy óriási tömegű 4,3 gigatonna szén, ami széndioxidban 15,8 gigatonnát jelent, ott marad a légkörbe, és ez ott marad bizony évszázadokig, sőt évezredekig is. És mi ennek a hatása? Hát itt van a hőmérséklet hatása, ami szépen emelkedik fölfelé, hogyha az 1900-as éveket veszük alapul, ahhoz képest már több mint egy fokot emelkedett, és úgy néz ki, hogy az idei éve rekord lesz, az a nagy csillagot fönt egy becsült érték arra, hogy hová fogunk jutni az év végére.
Gondolhatnánk azt, hogy hát ez egy, nem egy borzasztó nagy érték, hát mi volt az 2-3 fokos növekedés, kibírjuk, ha itt a teremben megemeljük 2-3 fokkal a hőmérséklet, talán még jobban is érezzük magunkat. Csak a dolog nem egészen így működik, ennek az eloszlása a Földön teljesen egyenletlen, sarki vidékeken sokkal intenzívebb melegedés van, és ráadásul szárazföldök felett is jóval nagyobb, mint az óceánok felett, és ráadásul ezt hajtja azt a rengeteg időjárási eseményt, az energiaszint megemelkedik, ennek következtében a pusztító viharoknak komoly hatásai lehetnek. És ahhoz képest, ami a természetes folyamat lett volna, látjuk, hogy ott azon a kék vonalon az időszámítás kezdetétől kezdve lefelé ment volna a hőmérséklet, jött volna a következő jégkorszak egy jó hosszú idő után, ehelyett az ember kilőtte magát ebből a úgynevezett holocén időszakból, és megyünk fölfelé egy korábban ismeretlen területre. És itt van ez a beszélünk, 20 év kínlódás, amivel megpróbálták ezt a folyamat megállítani, tárgyalások sora, Kyoto jegyzőkönyv, koppenhágai, amit ki van emelve ott a 15-ös számmal, ez tulajdonképpen olyan szempontból azért eredmény volt, hogy legalább elfogadták a kormányok, hogy 2 Celsius fokot ne lépjük túl, és most van az, hogy kötelező és univerzális valamiféle döntés szülessen. Hát ez a kérdés, hogy mi lesz itt. Direkt egy olyan képet választottam, ahol a füstköd borul Párizsra. Reméljük, hogy ez a köd feltisztul, és ennek a hatására változás lesz. És a széndioxid szint nem emelkedik ki lényegesen tovább. Meg kell tehát változtatnunk sok mindent. Az Egyesült Nemzetek Szervezete a körülöttünk levő világot szeretné megváltoztatni, abból indulva ki, hogy úgy teszi fel a kérdés, hogy milyen világot szeretnénk mi. És ott van az a 17 kívánsággyűjtemény. Nem csak így lehet kérdést föltenni. Föl lehet tenni a kérdést úgy is, hogy hogyan tudnánk harmóniában élni embertársainkkal, a természettel és Istennel. Nem veszik rossz néven, hogy Ferenc pápának a Laudato Si enciklikáját mutatom itt be. Rektor asszony utalt rá, hogy a vallásoknak egymással kell együttműködni tudni, és bár tudom azt, hogy a keresztény egyháznak sok esetben ezen a vonalon voltak számon kérhető hibái, de Ferenc pápának ugyanez a gondolatmenete, ugyanezt akarja elérni, és ajánlom, hogy olvassák el ezt a anyagot is. És ennek megfelelően ez a hármas szorítás, amiben jelenleg a világ van, társadalmi, gazdasági és környezeti, ez megszüntethető lenne, és helyettesítenénk ezekkel a szép gondolatokkal, ami egy naív elképzelésnek tűnik, de talán azért mégis megváltoztatható. És ha ránézünk erre a pirossal négyzetben kiemelt részre, akkor azt hiszem, hogy ismerős kifejezéseket találunk ahhoz, hogy reményünk legyen a jövőre vonatkozóan, ha meg tudjuk ezeket a dolgokat valósítani. Köszönöm.